Krisztián, szerinted biciklivel le tudunk győzni? Szerinted biciklivel le tudjuk rázni a rendőröket? Szerintem, Máté, te most biztos azt gondolod, hogy azt fogom mondani, hogy nem. De pedig tévedsz, mert szerintem simán lerázzuk a rendőröket. Hát, ez elég durva kezdés, Krisztián, hogy őszinte legyek. De semmi baj, mert meg fogjuk próbálni biciklivel legyőzni a rendőröket, vagyis lerázni. Legyőzni? Mit akarsz már te legyőzni? Én mindenkit le akarok legyőzlek győzni. Legyőzlek én mindjárt. Én a rendőröket is le akarom győzni. De most sima bicikliről beszéltem, nem motorbicikliről. De az az én biciklim, te panker, manker. Ugye nem loptad el a biciklim? Dehogy is. Hé, hey, ellopta a biciklim? Csaló maló, csalót. Csak! Jaj, a francba eltévesztettem. Meghalsz! Ne! Várjunk csak! Itt csak egy probléma, vagy egy lehetőség van. Töss már újra! Nem működött, pedig a Legolász is ide szokott lőni, akkor miért nem működött? Nyertem, yeah baby, nyertem. Szóval, srácok, a mai videóban biciklizni fogunk, és megpróbáljuk lerázni a rendőröket. A Krisztián fogja kezdeni, mert neki van biciklije. De amúgy nekem is van biciklim, csak nem ilyen. Nekem ilyen BMX-em van. Megvan a biciklit? Nem tudom, hova tetted. Jó, ott hát látom. A térképen van. Aha, ott látom a térképen, ott van az út túloldalam. Oké, na, de én kihozom az én biciklimet. Ha belájkoljátok a videót legalább 5000-en, akkor elmenjünk vadászni a GTA 5-ben. Tényleg. És aki több vadat lő, az nyer. Igen, és látok azt viszont meg szeretnénk kérdezni, hogy az GTA Online-ban tudunk vadászni, mert én úgy látom, hogy nem. Az csak a sima GTA single player story módban lehet. De ha tudjátok, hogy ha lehet esetleg GTA Online-ban is vadászni, akkor írjátok le kommentben. Rossz garázshoz jöttem, úgyhogy mehetek vissza a másikhoz. Húzz innen, hülye autó! Miért keresel az utamban? Tök jól izél ez a repedő itt a hátulján. Nagyon jó. Meg van csinálva szerintem. Jó, jó néz ki, jó néz ki. Az én Brinyiglim az itt van benne, úgyhogy... Na, nézzük, én is hozom az enyém. Készen állsz, hogy legyőzzük a rendőröket, vagy lerázzuk. Fejezz már be, csicska. Na, én is hoztam a BMX-emet. Let's go! Kipüljem az arra. Juhu! Au! Felugratok a teherautóra? Nem tudsz felugratni a teherautóra. Igen, csak én tudom megcsinálni. Igen, és tudok ugratni a teherautóra, akkor mi van? Á, francba. Igen, és simán felugratok. Á, francba! Mi a francot művesz? Igen, és ilyet tudsz? Ez az! Sikerült! Francba leestem, ezt nem hiszem el. De miért? Hát ez így nem ér, nem? Krisztián, szerintem ide vonzani a rendőröket. Jó. Amit egy módon tudunk elérni. Ja. Lekecsegek! Star Wars, megőrült a Máté. Belém lőtt a Máté. Meglőtt a Máté. Mit csinál ez a barom? Nyugi, Krisz, nyugi. Hogy tudunk ötös körözést? Ki is itt? Krisztián, az a ötös rendőröket körözést. Kell lövöldözni is. Ja, igen? Aha. Jó. Gyertek, kecsegek! Jó, egyet kinyírtam. Oké, hármas körözésem van, az a baj, hogy... Oké, és én is kinyírtam egyet. Meg fog halni, hogyha tovább... Jó, menjünk kell. Oké. Mi a barom, mit csinált? Jaj, ne, Krisz, itt összeszedett lennek vagyunk. Menjünk egy kicsit, hadd jöjjenek ránk. Gyerünk fel a hegyre, Krisz! Jó. Fel a hegyre. Oké, és fel a hegyre, let's go. Hülye, kacsak rendőr! Megyek én is. Jaj, ne, lőnek a helikopterről. Jaj, ne! Rámugratott a rendőrkocsi, ezt nem hiszem. Nyugi, Krisz, meg lesz az ötös körözés. Húzzám a dom, leszarlak dom. A Krisztián leszarja a domot. Ja. Úgyhogy leszarja a családot. Hát mit írod, vagy mit hívogat már dom? Nem veszi észre, hogy nem, amikor 20-szorra nem veszem fel, akkor nem veszi a lapot. Na. Let's go bring. Ez mi a szar volt? Hogy haltál meg? Nem tudom. Vegyünk már golyóálló mellényt. Inventory, body armor, itt van inventory, body armor. Oké, okay, és van light armorom, hát igen, kicsit képződni. Igen, én standard armor, úgyhogy ezt fölveszem így. Látszódjon is, hogy azért van armorom, kis piám, figyelj ide. Kicsit fejlődni kell. Krisztián, figyelj ide. Mi az? Azért álljon meg a menet, nézd. De neked van standard armorod, azt nem mondod komolyan. Jó, mi? Pénz. Ó, kösz. Na, Krisztián, aki előbb leér az útra, az a király! Máté!
Rajd meg, te csicska! Majdnem elütött téged, kapjuk el! Jaj, kapjuk el! Azt sose kapod el. Hülye, kamionos, mit tudnál? Akkor kapjuk el ezt! Melyiket? Azt a platóst. Á, azt se kapod el. De hogy nem, gyere! Azaz! Elkaptuk! Hülye köcsög, elütöttél! Hülye! Elütöttél, Némber! Ennyi! Most ennyi vagy, Némber! Na menjünk! Na vonzunk. Na próbáljuk meg lerázni az egyes körözést, mit szólsz? Á, de... hát de nem, föl kell vinni, meg kell próbálni fölvinni ötösre. Ott egy bringás! Meg kell próbálni fölvinni ötösre. Így gyorsabban lehet menni! Mit bringázik az ott? Nézd már, BMX! Azt a rohadt, hogy százzal megyek! Nem is kell tekerni, csak a ugrálást kell nyomatni. Nem, elütött! És rá... Azt a rohadt, hogy csak a ugrálást kell nyomatni. Elütött a hülye rendőr, és ráállt a... a izémre, a biciklimre. Ezt nem hiszem el. Na jól van. Egy taktikát kell változtatni, Krisz, mert megfunk, meghalunk. Máté, figyeld, milyen gyorsan lehet menni ugrálóssal. Várjál, állj meg! De hogy, hogy mész olyan gyorsan? Nem is lehet. Nyomkodni kell ugrálást, és akkor olyan rohadt gyorsan elkezd menni. Nem kell tekerni, csak nyomni kell az ugrálást. De hogy? Gyorsan nyomkod az ugrálást csak. Ne nagyot ugor, csak nyomkod gyorsan. De azt csinálom, és lelassul kettőre, itt van. Na jó van. Máté. Na most te is gyorsan menj. Jó van. Na akkor már. Akkor mehet, hívjuk a rendőröket. Jó napot, rendőr úr! Hívjuk ide telefonon. És akkor egyből hármas körözés. Na, arra hogy kell telefonálni. Jó napot, mister! Oké, nekem már jönnek. Igen, jó, akkor majd én is lövök a tiédből. Jaj, ne kilövöldöz! Jaj, nem, itt a helyi sheriff. Észhó! Ott a sheriff! Észhó! És srácok, ti azon nem gondolkoztatok még, hogy iratkozzatok fel a csatornára? Jó, na mehetünk! Hey! Fuss! Fuss, Krisz! Ah! De miért halunk meg fél lövéstől? Én ezt nem értem. Egy lövéstől meghalok. Egyetlen de ezt mondom, hogy mások miért ilyen mega szupermenek ebben a játékban, én meg meghalok fél millisekundum alatt, bakker. Mert múltkor megkérdeztük tőletek, hogy hogy kell halhatatlanak lenni, és azt írtátok, hogy cheatelni kell, de nem cheatelni akarunk, hanem erősnek lenni, hogy nagy ármorunk legyen, meg ilyesmi. Azt hogy kell megcsinálni? Mert nem lehet, pakker, nem lehet. Na, húzzá innen autókacsög. Na, Krisztián, itt taktikát kell váltani. Nyugi, taktikát váltottam. Mi a francot csinálsz? Nyugi, taktikát váltottam. Hol vagytok, rendőrök? Jaha! Várj, felszállok! Már! Ne, szállj már le vissza, miért kell elmenni? Nem el! Most itt eszembe. Hát fogni kell. Fogni kell. És... nem el! Ki lövöldöz? Ott van! A Tatesz! Tata, de miért nem tudom, kétszer fejbe lőttem, és nem tudom megölni. Na jó van, ez most már komoly. Krisztián, amúgy le kéne ráznunk a rendőröket biciklivel, jó? Ja tényleg, hát ezt nem is hiszem el. Miért ilyen videót kezdtünk? Hülye rendőrök! Hüha! Jó, elütöttem! Hüha, és fejbe lő egy lövéssel! Na! Azaz, jönnek a rendőrök! Megpróbálom őket lerőzni, vagy legyőzni. Jaj! Lerázni! Francba már nem tudok. Miért akarod mindig legyőzni a rendőröket, te? Azaz! Amíg én le is akarom győzni őket, mondjuk könnyű őket lerázni. Hey! Azt! Azt! Azt a milyen dagadt rendőr! Átugrattam a kerítésen! Ez csak simán dagadt. Azaz. Levertem a dagadt. Hogy mersz dagadt lenni, te dagi? Na, jó van. Kikerültem a csicska rendőrt! Most már hamar lefogy. Segítenek a kukatok. Máté, meg itt van helikopter, megyünk. De jó. De nem helikopterezünk, te ököl. Jó van, mána. Na, lemegyek a parton, Krisztián. Kell a gyorsulás. Gyűlés a parton, gyere. Kell a gyorsulási bicikli, Máté. Kell a gyorsulási. Gyűlés a parton. Megyek, nyugi, Máté. És megint elesek.
Már is jövök, ja, itt vagy. Na, gyere. Na, szóval, Krisztián. Ide figyelj, kis barom. Szóval, az a helyzet, hogy ez eddig, amit csináltunk, az egyáltalán nem volt sikeres. Szóval, taktikát kell váltanunk. Aha, és ezt megértetted, hogy ezt lenyomom a torkodon? Nem gázt nyomom a torkodon. Na, Krisztián, komolyan beszéljünk. A helyzet az, hogy kéne most már valamit csinálni a hülye biciklikkel. Le kéne rázni a rendőröket. Mit szólsz ehhez? Hát... Nem tudom. Mi az, hogy nem tudod? Na, ennyi, meg is érdemled. Meg is érdemled! Na, Máté, fogni kell a versenybiciklét. Hol a versenybiciklim? Hol a versenybiciklim? Tényleg, versenybicikli. Igazad van. Hagyjuk ezeket a hülye BMX-eket. Jaj, nem bírok futni ebbe a homokba, ebbe a fas homokba, ezt nem hiszem. Viszont nekem ahhoz be kell mennem a városba. Hogy tudok gyorsan bemenni a városba, Krisztián? Nincs egy ötleted, hogy tudok gyorsan bemenni a városba, Krisz? Hát a tűzével, a helikopterre. Pontosan. És hol a helikopter amúgy? A sarkon, ahol van az a körforgalomszerűség. Mi a körforgalom? Mire beszél? Amúgy ezzel lehet hegyet mászni, srácok. Ja. Ezzel a bringával. Az a baj, hogy hiába, mert jön a helikopter, az csak. Bocsánat, hol a körforgalom, amiről magyarázol? Hát ott az a kereszteződés, amikor már elindulsz le a város felé, tudod, amikor kimész erről a kis településről. Helikopter. Hol találtál te itt helikoptert? Ha ott van a parkolóban. Hol vagy már? Kalandozgassál már! Keresem a versenybringámat. Aha, megvan. De ez nem a parkolóban van, ez a fűben van, te okos. Igen, de neked is kell ám a biciklid. Ja, de itt, nekem itt a parkolóban. Ja, de oda tudod mondani hozzád. Ne rakd be a izébe. Ah. Ja, igen. Ne rakd be. Tudod ezt... Jó, de ez a BMX. De akkor hozd ki, ahol gyorsul. De azt akartam, és akkor azt mondtad, hogy hol vagyok már. És akkor eljöttem de onnan a garázs előtt. De ezt a fogyatékost. Na gyere, fölkaplak. Vagy akkor ezt hazaküldöm. Akkor vigyél haza, várjál, vigyél oda. Aj, de ne húzd már az időt, te pancser, te pancser. Szállj már be! Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Szállj már be! Na. Na. Okés. Okés, hova kell vinnen le? A távolabbi garázshoz. Jó. Már egy távolabbi garázshoz egy fuvar kérek gyorsba, jó? Na, ugorhatsz! Okés! Hiá! Juhú! Ez az! Bum! Basszus, megkimentem a házfalnak, na mindegy. Szép volt! Kösz Máté a fuvart! Hozd ki a biciklit, hogy legyen kint a garázsból. Jó. És hagyd itt. Jó, és itt hagyom. Nyugalom uram, nem sokára mehet tovább. Akkor indul a mandula be a városba. Mehet. Na gyert. Juhú! Let's go, irány! A város! Irány a város! Máté, van egy titkos fegyverem. Máté, van egy titkos fegyverem. Na? Lenéztem az internetről, hogy lehet lerázni a rendőröket könnyen. Hé, de melyiket csalni, te csalódod? Nem csalás, hát figyelj, a tudás tárházát megtanulni, az nem csalás. Azt, ha ezt a városban meg tudjuk esetleg csinálni, és akkor lerázhatjuk a rendőröket. Először mit tudom én, 3-as körözésre próbáljuk ki, és hogyha sikerül, akkor megpróbáljuk fölvinni 5-ösre, és akkor megcsináljuk úgy, jó? Csak amúgy jó lenne valamilyen gránátvetőnk, vagy ilyesmi, mert akkor azért könnyebb lenne fölvinni. Hát 5-ösre. Igen, amúgy előre kéne haladni a GTA-ba, mert... Ja, igen, ja, mert 100 000-en nézzük összes videót, és nem játszunk vele. Ja, amúgy. Nagyon szeretnénk amúgy nektek többet csinálni ebből, srácok, csak egyszerűen annyira ilyen nehéz ezt felfogni, ezt a játékot, hogy kell csinálni dolgokat azt benne. Azt tudjuk, hogy mi van. Nagyon szeretnénk mondjuk gazdagok lenni benne, meg hogy jó sok cuccunk legyen, és akkor sok mindent tudunk csinálni benne nyilván. De szerintem ebben ez a legjobb amúgy, hogy csak itt baromkodunk, meg minden is tök szórakoztató szerintem. Neki ne menj azoknak a felhőkarcolóknak, mert olyan pofont adok, hogy neki mész. Jaj, már húzza majd mindent. Vajon van új izém? Mert most már ugye elhasznál. Hát, hogyha beszállsz a helikopterbe, akkor mindig van, nem? Új parasutém. Mit is mondtál, Krisz, az előbb? Az, hogy bele ne menj ezekbe a házakba, mert pofon váglak. Hülye barom! Yeah, baby! Láttad hülye ezt a manővert? Hülye barom! Megöllek te! Hülye barom, én nem tudom ezt csinálni. Te barom fejű. Nem tudom csinálni ezt, én nem tudom. Te barom fejű, hülye barom fejű. Átadom az irányítását a helikopternek, jó?
No. Krisztián, átadom az irányítást. Ugyanis nekem dolgom van. Ki kell hoznom a biciklit a garázsból. Találkozunk a túlvilágon. Nője, Baro! Ez megőrült! Jaj, ne, én is kiugrok! Ez az! Azt a nagyon-nagyon-nagyon lennyitottak el ejtőernyőt, ez barom. Itt van! Jaj, ne, elszakadt! Francba, jó, még túléltem. Jó van. Majdnem megöltél! Ne! Ne meghalok! Kilövöldöz! Nem tudom, de én gyorsan beszaladok a garázsba. Jó. Krisztián, viszont ilyen versenybiciklihez most már egy versenyruha is illik, úgyhogy... Yeah, boy! Átöltöztem biciklis ruhába! Na, Krisztián, hívd ide a biringádat! Jó, hívom biringámat, várja. Itt vagyok a másik sarkon. Oké, és hogy kell hívni a biringám? Húzzá már Simon! Na. Simon! Már 100 000 milliárdszor elmondtam, de elmondom még egyszer. Request personal vehicle. Vehicles és request personal vehicle. Oké, requesteltem. Mindjárt hozzák egy olyan 10 másodperc. Jó. Ott van, yeah! Máté, mondom az ötletemet. Igen? Menjünk el a... Azt hiszem itt van egy bejárat, várja. Mutatom, hogy hol. Arra van? Vagy arra? Várja. Erre kell jönni, gyere. Gyere utánam. Jó, megyek. Csak gyere utánam. Neked van brinnyiglis ruhád? Nekem van, persze, ez az. Ez a de hát ez az alapruhám. Ez a brinnyiglis ruhám. Na. De én miért vagyok gyorsabb, mint te? Mert te nyomkodod, én meg csak simán nyomom. Ja. Hey. Menjünk egy jó kis városi bringázásra, nem készülünk semmire, rendőr ura. Ja. Jó, kanyar, bal kanyar. És erre? Hát csak köves, tudod. Tudsz követni, nem? Tudlak. Mondjam, hogy mit csinálunk. Na mit? Keresünk egy alagutat, remélem megtaláljuk, és ott bemegyünk, akkor állítólag nem követnek a rendőrök, és le lehet rázni a körözést. Igen. Igen, de nem biztos, de remélem. Úgyhogy lehet, hát jó, de ez itt csalás. Nem csalás, hát benne van a játékban. Ja, hát remélem, hogy úgy le tudjuk rázni, és akkor először mit tudom én, gyorsan szerezünk egy hármast, rázzuk le, hogyha tudjuk, és akkor utána megpróbáljuk az ötöst megszerezni, jó? Mhm. Uh-huh. Oké, és valahol itt... Héd, az autópályáról nem volt szó, kis barátom. Ha valahol itt van. Ajaj, Krisztián, ez életveszélyes. Aj, hol van, várja. Be kell menni a alagútba, valahogy. A metróhoz kell bemenni. És építik a metró, tudod? Milyen fenér recordingol ez a csöcsfejű? Aha, itt lesz. Mondjál már valamit, bakker! Ha mondok, folyamatosan beszélek megállás nélkül. Várja. De most akkor itt bolyongunk semmiért. Hát. Na jó van, Krisztián, elég van, ez volt a gyerekdedi játékaidból. Gyerekded. Kisded, te barom. Na, oké, és... Lézerpisztoly lövöld, ez az őrült állat. Na, ő itt a... Itt kell menni a városba, az a lényeg. Hát nem igaz, hogy... Gyertek, kacsagák! Ott volt, egyet kiszedtem! Hát senkit nem találok el. Én mindenkit, pedig én kontrollerrel lövök most. Én is. Wow. Vagy eltalálom őket? Lehet amúgy. Azaz. Na. Nem vannak meg. Mehetünk? Igen, let's go. Gyerünk! Le kell rázni őket, Krisz! Még csak kettes a körözés. Még csak kettes. Aha. Nyugi. Jaj. Nyugi, nem sokáig! De miért? Ugye nem haltál meg? Meghalt az az őrült? Ezt így nem lehet, Krisz. Ja, lehet másodszor is neki kell vágnunk majd, mert ez így nem megy. Hol van az a hülye alagút, ahol be kell menni, várja? De hiába mész be az alagútba, nem tud bemenni se. Nem hiába. 3 millisekundum alatt meggyilkolnak ezek a hülye rendőrök. A kettes körözést leráztam, yeah! Nagyon ügyes vagy, én meg megdöglöttem. A véremmel fizettem érte, hogy lerázhasd. Ugye nem álltál rá a biringámra? Ugye nem álltál rá... Na azért. Rá nem... Elnősd a bringámat, elnősd a bringámat, meg komolyan mondom, ketté darabollak. Mi a francot történik? Ráállt a bringádra, ez a barom. Hé! Szétgyilkolnak itt valakit most a rendőrök az úton. Igen. Lehet az is próbál bringával elmenekülni előtt, nem? Lehet. Mindjárt megnézem a másik alagút, merre van. Vagyis megnéztem, már be is tettem a waypointot nagyjából. Úgyhogy akkor hello, megyünk. Hello baby. Mi a helyzet? A doménkahoz. Jaj, nem ezt akartam, bocsánat. Bocsánat. Bocsánat, gyere vissza! Ez megőrült, itt rángatja előttem a kormányt, valami barom állat. Őrült. Ezt akartam. F*** you bitch. Na menjük. Szerintem lehet megtalálni, de nem. Lehet az lesz az.
De most ne ezzel teljen már lett retkes rész, hogy lehet az lesz az, meg keressük ezt a fast. Megvan! Nem... Megvan ez az! Gyere ide hozzám! Jó, nem tudok kimenni ebből a fasból! Yeah, baby! Látod, hogy jól vagyok? Na gyere gyorsan, gyorsan, gyere már, gyere már! Hát, Máté, hogyha ötös körözésünk van, és fölülünk a bringára, és megyünk. Hello, buszsofőr! És lerázzuk, míg a bringán ülünk az ötös körözést, akkor végül is bringával rázzuk le, nem? Hát igen. Csak nem tudunk ötös körözést se csinálni. Igen, az a baj. Igen, mert szar fegyvereink vannak, a izébe is nem vettem lőszert. Hát nem meg nem is az, hogy szar fegyvereink vannak, hát szar fegyvereink is vannak, csak egyszer meghalunk két lövéstől. Egy ilyen pisztoly lövéstől meghalunk. Miközben mások shotgunnal lövöm a fejét, és nem hal meg. Na. Ja, ezt nem értem. Jó, nekem most egyes körözésem van. Ezt nem hiszem el, és tönkre teszi a bringámat, ez barom. Nekem most egyes körözésem van jelenleg, nem tudom, hogy mikor jönnek a renyák. De itt jó, föl kell vinni a körözést. Oké, okay, de akkor vigyük be a bringákat ide. Nem kell, hát innen elindulunk. Nem, hát itt, és akkor ide beszaladunk. És jó. Akkor innen elindulunk. Na, és akkor úgy kell, hogy ide beállunk. Rám már jönnek, hol vannak? Már. Oké, okay, na várj. Ott jön már a túlsó sávba. Na várj, ezt most megcsináljuk. Hogy itt kell? Vannak? Tölts, tölts, tölts. Jó, hogy kell izé fegyvert választani? És lelőnek. Mindegy, Máté, hármas körözés, próbál meg lerázni, menj be az alagútba! Várj! Négyes! Négyes? Gyerünk, Máté! Sikerülni fog! Várj, meg segítek! Sikerülni fog, Máté! Nyugi! Oké, nekem is hármas. Ötös már? Gyerünk, nem. Francba. Hogy kell robbantani? El ne üss! Nyugi, hol vannak még rendőrök? Itt körülbelül mindenhol, jaj, ne megölnek! Á, tölts már! Legyen már ötös! Még mindig nem ötös? Nem. Jó, én megyek! Jó, mennyi akkor, ha nem akar fölmenni ötösre. Hogy a francba kell fölvinni ötösre körözést? Gyerünk! Rázzuk le! Négyes! Négyes körözés, nem hiszem el. Francba, hát már itt töltem 800 évig a rendes rendőröket. Robbantani kell igen, ahhoz. Igen. Jó, és itt elvileg lerázom, ha itt maradok? Igen, oda be kell menni. Nyugi, csekkolom őket, itt tolonganak. Igen, és sétálgatnak itt. Aha, sétálgatnak. Jó. Nem mennek be, visszafordulnak. Jó van, jó van. Lehet, hogy sikerül, srácok, de csak négyes körözés, ezt nem hiszem el. Próbálj meg az ötöset. Próbálj meg az ötöset, Krisz. Várja, Máté. Ide, ha kijössz, akkor itt vannak most rendőrök. Tudod őket lőni. Azt a bebagolt kocsia! Csak az a baj, hogy nincs robbanószerem, mert robbangatni igen, kéne. Igen, úgy robbangatni kéne. Lehet kéne venni ammunésembe robbanószert. Nem? Lőj! Elfogyott a lőszerem. Máté, szerintem menjünk be az ammunésembe. Még nem ráztam le. Amúgy. Alig van életem. Nagyon vigyáznom kell. Nem akar fölmenni, szerintem ahhoz izére van szükség, robbantásra, hogyha fölmenjen ötösre. Még mindig nem ötös, Máté? Még mindig nem, még mindig négyes. Ezt nem hiszem el. Megnézem, hogy lehet-e venni lőszer, vagy robbanószert. Máté, a grenade launcher az ingyenes. Igen. Igen. Most megöltek. Ezt ugye nem mondott komolyan. Nem jönnek be az alagútba, nem jönnek be! És ott mondom, jó, hát akkor nem jönnek be, akkor nézegetem a fegyvereim. És ott megjelenik mellettem a retkes rendőr, és meggyilkol. Máté, lehet venni a ammunitionbe grenade launcher. Gyere. Akkor is lerázom az ötös körözést, nem érdekel! Hol van az a grenade launcher? Csak tudjátok, hogy hova kell jönni, mert nekem hát fogalmas ott a biciklim. Ja, akkor. Igen, csak az olyan szar, hogy billentyűzettel kell lőnöm, vagy egérre kell lőnöm, de egérre, vagy billentyűzettel meg nem lehet irányítani ezt a retkes játékot, mert sétálgat ilyen fél milliméter per szekundummal. Na, Krisztián, bevásároltam mindenből. Igen, megvan a grenade launcher. Igen. Jó van, jó van. Na, viszont várj. Veszek armort is szerintem. Rengeteg pénzt elköltöttem, de most ezt meg kell csinálni. Nyugi, sikerülni fog. Ötös körözés. Ez az utolsó! Srácok, írjátok le a kommentben! Sikerülni fog! És ez normálisan nem lehet elmondani, csicska gyerek.
Let's go. Fejezd már be! Na, vettem egy rakás robbanószert. Felrobbantok mindenkit fanébe. Na, Krisztián, ugyanaz a taktika. Jó? Aha, csak most grenédeket lövöldözünk. Várjál, azt megnézem, hol jött a grenade launcher, jó. Na gyertek, hülye rendőrök! Jó. Majd jönnek a rendőrök, nyugi! Na, kipróbálom a grenade launcher. Oké. Okay. Let's go! Juhu! Wohoho, baby! Csicska! Hol vannak? Hol vagytok, csicskák? Hol vagy, csicska? Azaz. Itt is van a csicska. Azaz, adjál neki. Oké, felrobbant. Ott jön. Azaz, zúzzuk a csicskákat. Négyes. Gyerünk. Jaj, ne. Lőnek. Léci, legyen meg. Legyen már ötös! Te a másik oldalt figyeld! De melyik másik oldal? Hát azt, amiről nézel, te okoskodor! Jó! Aj, még mindig négyes, azt nem hiszem el, mikor lesz már ötös! Ott jönnek a kommandos kocsik! Jó, azokat kell lezúzni! Á, már csak 9 lőszerem van! Nekem meg már csak 6! Á, le fognak lőni! Nem robban föl! Gyere be! Ne! De miért halsz meg? Miért állsz ott kín? Hát beszaladtam már, de lelőttek. Hát Krisztián, ezt nem lehet ötös körözést csinálni. Nem lehet. Hogy csinálsz ötös körözést? Srácok, segítsetek a kommentben. Mi kell ahhoz, hogy ötös legyen a körözés? Na jól van, Krisztián. Ha már nem sikerül a négyes vagy az ötös körözést megcsinálni, legalább a négyes körözést sikerüljön megcsinálni. Srácok, írjátok már a kommentben, hogy hogy a francba kell az ötös körözést elérni, hogy ötös körözésünk legyen. És hogyha megtudjuk, és meg lesz az 5000 like, akkor megpróbáljuk még egyszer. Gyere, nekem már 3-as. A 4-est el kell érni, csak gyorsan. Azaz. Azaz, 4-es! Na, megyek! Lehet a izét kéne, nem? Gyere, Krisz! A helikoptert kéne lőni, szerinted? Igen, azon gondolkoztam, hogy lehet, hogy helikoptert kéne lőni. Á, megölnek! Gyorsan, menjünk be! A 4-es legalább legyen meg! Jössz! Melyek! Azaz! Oké. Okay. Jó, itt már állítólag jó, de azért még bejebb mehetünk. Ez az, a falon megyek! Azt hiszem, a profi vagyok! Na! Ez az! Yeah, baby! Krisztián, lehet, hogy sikerül? Ez az, nekem már sikerült! Hát nekem csak 3-as volt. Nekem 4-es. Gyerünk! Ez az! Sikerült végre! Ez az, Krisz! Legyőztük! Már meg... Máté! Leráztuk a 4-es rendőröket! Ez az! Au! Hülye! Miért mondod mindig félre, te barom? Ez az! Leráztuk a rendőröket! Hát jó van, de csak 4-es, az nem igaz. Nem erről szólt a videó. Hát igen. Hát meg nem is arról szólt a videó, hogy felszállunk a biciklire, bejövünk 20 métert a alagútba, és akkor ugrázzuk hát le. Hát lekerázni biciklivel, azt mindenféle módszereket. De ezt nem biciklivel ráztuk le, hanem alagút. Mindenféle módszereket lehet használni biciklivel. Menjünk a friss napfényre. Srácok, segítenetek kell a kommentekben. Mondjátok meg, hogy mi az a kulcsfontosságú dolog, ami miatt ötös lesz egy körözés. És hogyha megtudjuk, akkor megpróbáljuk még egyszer. Sőt, lehet, hogy gyalog megpróbáljuk lehet. Ja. Gyalog? Hát amúgy lehet, hogy azt kéne. Ja, ugyanígy. Igen, de most ne áruld már előle. Jó, nyilván megpróbáljuk akkor gyalog lerázni a rendőröket, és utána, ha nem sikerül, akkor utána lerázok így a alagútban. Srácok, írjátok már le kommentben, hogy mitől lesz ötös egy körözés, mert egyszerűen bármit próbáltunk, csak 4-es körözést tudtunk elérni. Úgyhogy, ja. Na, Krisztián, gyere, Szállj fel ide, várjál ki, azon a biciklidet, mert neked egy év lesz. Jó. Krisztián, milyen tanulságokat vonsz le ebből a videóból? Én olyan tanulságokat vonok le ebből a videóból, hogy valamiért rohadt nehéz nem megdögleni két lövéstől.
Valamitől meghaltam. Biztos fejemre esett egy kő. Ja, szerintem is. Fejedre esett egy kő. Szerintem nem szabad oda bemenni, mert ez egy ilyen bánya, tudod? Mm-hmm. És lehet, hogy hullanak ja, ilyen kövek. Ja, és hullanak a kövek. Ja, szerintem is valami olyasmi lehetett. Szerintem is biztos. Egyes körözésem... Miért van egyes körözésed van? Miért van egyes körözésem? Lehet azt hiszik, hogy te voltál, nem? De te úgyse tennél valamit. Miért van egyes körözésem? Krisztián! Szállj fel gyorsan! Szállj fel a bringára! Gyorsan! Gyere, ott jönnek a zsernyákok! Gyorsan, menjünk! Gyorsan, mehet! Ja. Rázzuk le őket! Okés. Azaz! Máté, te be vagy hajolva? Igen. Jó. Ne! Észrevettek! Gyerünk! Tekerentyű! Itt le! Mondjuk engem nem kergetnek, de leszarom. Ja. Azaz, gyere utánam! Köves! Okay. Követlek. Jaj, ez a barom. Mi a barom? Hova mész? Ide. Azaz. Gyere, azaz. Itt egy alagút. Itt húzzuk meg magunkat. Nem, gyere tovább! Jó. Tovább kell menni. Azaz, leráztam! Jába, ibe! Na, akkor itt álljunk meg a járdin. Jó. Na. Ti most biztos azt gondoljátok, ezeket a pancsereket nem bírnak költözkörözést csinálni. De ti biztos megértitek, hogy mi rohadt bénák vagyunk ebben a játékban. Megbeltok turkálni biztos megértik. Nem, Máté. Ugye, hogy megértik? Meg ha akarsz halni? Meg akarsz halni? Mondjad, akkor megöllek. Na köszönjük szépen, srácok, hogy megnéztétek ezt a videót. Hogyha ez a videó tetszett nektek, akkor mindenféleképpen az a videó is fog tetszeni, amikor megpróbáltunk minden boltot kirabolni a GTA-ban, illetve az is, amikor ezt a nagyon fura, de érdekes fegyvert használtuk. Nézzétek meg ezeket a videókat is, és találkozunk a legközelebbi videóban. Hello, bello!